Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszterrel tárgyaltak a G7 országok külügyminiszterei a németországi Vangelsben. Kuleba azt kérte, hogy a lefoglalt orosz vagyontárgyakat adják át Ukrajnának, ezzel is segítve az ország újjáépítését. Az ukrán külügyminiszter szerint az újabb tervezett szankciócsomagot teljes egészében szükséges elfogadni. Ha ezt a csomagot az olajembargó nélkül fogadják el, akkor azt hiszem, Vladimir Putyin orosz elnök ünnepelhet, mert ez lesz az első alkalom, amikor az Európai Unió egysége megbomlik egy ország, nevezetesen Magyarország miatt, mondta Kuleba. Egyre jobban ingerli Oroszországot, hogy Ukrajna szeretne tagja lenni az Európai Uniónak. A Tadzsikisztánban tartózkodó Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szavai erre utalnak. Ukrajna minden módon igyekszik hangsúlyozni uniós tagsági törekvését, ami bár ártalmatlannak tűnhet, komoly kétségeket kell. Különösen, ha figyelembe veszük, hogy az eddig konstruktív gazdasági közösségnek tartott EU agresszív, harcias politikai szereplővé vált, mondta Lavrov. Pénteken az Egyesült Államok újra megnyitotta a kommunikációs csatornát Oroszországgal. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter azonnali tűzszünetet követelt az ukrajnai háborúban orosz hivatali kollégájától, Szergej Sojgutól. A Pentagon sajtótitkára John Kirby azt mondta, Austin sürgette az ukrajnai háború befejezését, és hangsúlyozta a kommunikáció fenntartásának fontosságát. A háborúról az ukrán katonai hírszerzés vezetője azt mondta a Sky News brit hírtelevíziónak, hogy döntő fordulat várható, illetve hogy azzal az eredménnyel zárul majd, hogy Ukrajna visszaszerzi az ellenőrzést határai felett. Harcok nem csak a csatatéren folynak, hanem az energiaszektorban is. Oroszország leállítja az áramellátást Finnország felé, miután Helsinki bejelentette, hogy csatlakozni szeretne a NATO-hoz.